Köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Túri Pált, a Karcz rögbi csapatának elnökét. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Én köszönöm a kívást. Az első forduló elkezdődött, és egy kisebb fajta meglepetés született, mert nagyon-nagyon szépen helytállt a Kecskeméti csapat. Igen. Nem mondanám azt, hogy benne volt ez a pakliban, hisz az elmúlt évek nem arról szóltak, hogy nagy sikereket értünk el vidékre utazva, pláne nem Esztergomba, ami egyébként a legnagyobb múltra visszatekintő rögbis párharc. Igazándiból egy kicsit visszább is kanyarodnék a felkészülésre, hiszen nem voltak túl jók az előjelek, voltak távozók a csapatból, de voltak fiatalok is, akiket fel tudtunk hozni az utánpótlásból. Tehát úgy, ahogy összeállt a keret, légiósaink is el tudtak jönni Romániából, úgyhogy egy teljes kispaddal, 23 fővel tudtunk elutazni a felvidékre, és valóban igencsak megdolgoztattuk a tavalyi ezüstérmest. A félidőben 9-10 volt az állás. Nem csipkedtétek meg egymást ott a padon? Nagyon, nagyon nagy volt a bizakodás már az eredmény, és hát nyilván a pályán mutatott játék láttán, hogy igenis van itt mit keresnünk. A taktika is dolgozott, nekünk dolgozott, hiszen egy erősen támadó, beállítottságú csapat ellen játszottunk, akik nem szerették, nagyon rosszul esett nekik a kemény védekezés, amit mutattunk. Nem is tudták áttörni a védelmünket a 80 perc alatt, csak egyetlen egyszer. Új edzővel álltunk neki. Így van. Ez egy derült égből jött lehetőség. A Magyar Rögbi Szövetség égisze alatt vagy bűvkörében dolgozó edzők közül egy venezuelai származású úriember, egy 40 éves volt rögbijátékos, Tomás Aponte, aki egyébként a lányokat, illetve a női nemzeti válogatottat is edzi. Igen, mondott a felkérésünkre, úgyhogy egyelőre még csak az edzéseket segíti, de titkon bízunk benne, hogy hátha a játékba is be fogsz állni idővel. Meddig szól a szerződés? Egyelőre ez egy ilyen gentleman's agreement, erre a szezonra, erről a szezonról beszélgettünk. Ő ugye Budapesten él a családjával, egyébként korábban a budapesti száműzöttek játékosa volt, már 5. éve van Magyarországon, és ő bizony rá fölül a vonatra, szerdán és pénteken is lejön hozzánk megtartani az edzést. Venezuelai rögbiről nem sok minden jut eszembe. Nekem sem egyébként. Nem is nagyon jegyzik a venezuelai rögbit. Dél-Amerikában egyébként vannak nagy, komoly rögbis nemzetek. Egyébként az említett úriember is Kanadában próbálkozott, és még kis híján Új-Zélandra is eljutott játékosként. Az már jó háttér, ha oda eljutott. Igen, igen, de egyébként a világ bármely részéről jöhetett volna. Az igazság szerint nekünk az volt a lényeg, hogy egy olyan ember, egy olyan karakter jöjjön, aki tudja motiválni ezt a többre hivatott csapatot, aki meg tudja szólítani az embereket, és aki új ingereket tud adni. Leginkább ez hiányzott nektek? Nem a szakma, felállás, stb. Igen, igen. Én azt érzem, hogy ennyi évig a csúcson lenni, ugye esetünkben 12 évről beszéltünk, amíg folyamatosan az első háromban volt a csapatunk, és ez bizony kiégést okozott néhány játékosnál, vagy inkább úgy mondom, jó néhány játékosnál. Az utánpótlás is lassabban ért oda, 2 év alatt 4 srácot tudtunk felhozni, tehát nem igazán tudtuk betömködni a lyukakat, és így törvényszerű volt az, hogy egy kicsit lentebb leáldozott a csapatnak. Ezen a meccsen te is beszálltál. Mi volt az, ami igazából elindított? Kötelességből, hogy megmutasd, hogy én még mindig ott vagyok, és akármikor pályára tudok lépni, vagy pedig egyszerűen a szenvedély ragadott el? Igazándiból én évek óta próbálok már egy kicsit hátrébb lépni ebből a játékosi szerepből. Nem igazán sikerül, 2 éve a legtöbb játékpercet sikerült a magyar bajnokságban hoznom, ugyanis 2 csapatban folyamatosan, az NB1-es és az NB2-es csapatunkban is pályára léptem. Az idei évet tényleg azzal az elhatározással indítottam, hogy most már aztán tényleg visszább lépek, és útközben derült ki, hogy az egyik román légiós nem tudott eljönni, mégsem, akire számítottunk, pont azon a poszton, amin én is beszoktam szállni. Így kényszeredetten is, vagy kényszerűségből is, de pályára kellett lépnem, és hát egy 80 percet sikerült így a teljes mérkőzést lehozni. Szerencsés vagy, mert nem vagy sérülékeny, vagy olyan poszton vagy, ahol az okosság az már mindent felülír.
Hát igazság szerint itt nem nagyon mérlegel az ember, ha ott van a pályán. Gyakorlatilag a teljes szélességeiben és hosszában bármikor bármi megtörténhet. Tehát erre nagyon nem lehet bazírozni. Szó, hogy a rutinnal azért próbálom már a megkopott sebességet, vagy esetleg a helyezkedéssel a szituációkból a legjobbat kihozni. Igazság szerint azért fáj másnap főleg, és aztán a hét első felében is, de így legalább jó, mert érzem, hogy még mindig élek. Ez egy jól eső fájdalom. Készült a következő meccs szeptember 17-én, ez aztán is lesz még program bőségesen. Igen, szeptember 17-én lesz az első hazai mérkőzésünk, a Battai Bulldogok csapata fog érkezni hozzánk. Velük is parás párharcok voltak, kifejezetten az elmúlt pár évben megint csak nem nekünk állt az ászló. Hát igyekszünk ezen most fordítani. Ezután október 1-én ismét hazai pályán a budapesti száműzöttek ellen játszunk. Ott annak a kicsi savaborsa, hogy a jelenlegi edzőnk egykori csapatáról beszélünk. Tehát biztos, hogy készülünk majd egy kis meglepetéssel nekik. És utána még két dolgot említenék. Novemberben fogunk egy női tornát rendezni, ezt olimpiai rögbiben játsszák, hétfős rögbiben, és idén már utánpótlásban, 4 év után újra tudtunk csapatot indítani, tehát a mi U16-os lánycsapatunk is pályára fog lépni november 6-án a Széktóiban. És november 12-én zárjuk majd a szezont egy emléktornával, a januárban tragikus hirtelséggel elhunyt csapattársunk Makai Gábor emlékére egy öregfiúk tornát fogunk rendezni. Ez csak öregfiúkról szól? Ez csak öregfiúkról, igen. Mely csapatok fognak ide eljönni hozzánk? Igazság szerint az Esztergom önálló csapattal el tud indulni, a Kecskemét is a tervek szerint. Lesz egy délcsillagai válogatott, ami a Békés Csaba Szeged Szentes játékosait fogja összefogni, és lesz egy budapesti csapat, ami az egykori Budapesti Liget, Zöld Solymok együtteseinek öreg tagjaiból fog állni. Ahogy most beszélgettünk, azt szűröm le, hogy most megindultunk megint fölfelé, úgy érzette is? Ezt azért félve és apróbetűsen jelenteném még csak ki, de én azt gondolom, hogy elkezdett összeállni az a szakmai része is, ami föntebb húzhatja a csapatot, illetve úgy látjuk az első pár hét sikerei és edzései után, hogy elkezdtek megjelenni, visszatérni játékosok, és még vannak további nevek is a tarsolyban, akik eddig ideiglenesen szögre akasztották az elmúlt pár évben a cipőt, és most érdeklődve nézik a fejleményeket, hogy be tudnának-e kapcsolódni ebbe. Tehát aki ózkodik, nyugodtan menjen ki a játéktérre, mert várjátok őket. Ez így igaz. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.